Rólak is most már a cél passan beállnak a helyükre. Jön Dulce. És tart, elindult a 2018-as Flandolfer Tamás emlékverseny, nem kezd jól Pik Dáma, nagyon gyorsan talpon van természetesen Turtupari, ott van már is a frontban, csak mögötte Power of Angel, illetve Dulce, Turtupari van az első métereken, Velánál valamint Fasternál tudja úgy, ahogy tartani a lépést, eltett 300 méter a futamból, Turtupari könnyedén vezet mögötte, Power of Angel igyekezik egy kicsit szélárnyékban maradni, és közel maradni a favorithoz, Velánál csúszik vissza Fasternál, van még relatíve közel, aztán Nancho, és Dulce is lassaskán begyújthatja majd a rakétákat. Jön lassan a egy második fele. Turtupari egyelőre még vezet. Turtupari mögött ott van Power of Angel. Aztán jön Fasternál. Melánál megy visszafelé. A helyére lassaskán Dulce fog megérkezni. Fasternál nagyon jó versenyt fut. Ott van a második pozícióban. De Turtupari előnye 3-4 hosszas. Folyamatosan növeli Turtupari a forját. Turtupari 5 hosszal van az éren. Óriási sprinter tehetség. Turtupari ezt megmutatta már többször. És egyenes pályán egész egyszerűen letávolozza a mezőt a Flandolfer Tamás emlékversenyben. Folyamatosan növeli az előnyét. Mögé jön majd Dulce a második helyre, Turtuparit nem lehet megverni, Turtupari megnyeri a Flandolfer Tamás emlékversenyt hossza közönével, mögötte Dulce a második, és a feltámadó Velána lehet talán az, aki megszerzi majd a harmadik helyezést. A győztes kivételével, meg hát mondjuk azért Dulce is jósolható volt, hát Velána jó futása feltétlenül meglepetés kategória, de Turtuparival lehet, hogy van egy új overdózunk, ezt a múltkor már föltettem kérdésként, amikor a nemzeti díjat megnyerte teljesen táv ellen futva, itt viszont ez nagyon-nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egy igazi, akár nemzetközi klasszis is lehet Turtupari. Jaroszláv Linekkel, aki ugye javasolta azt, hogy tovább ne emeljék a távját, ő maga is úgy érezte, hogy annyi távemelés a max. Hát itt 1002-re tényleg egy nagyon erős mezőnyt köszönhetően Dulcénak és Power of Angelnek letávolozott. 3-as, 1-es, a harmadik helyre célfotó, a 4-es, az 5-ös és a 6-os között. 4-5-6 között van célfotó, szerintem Velán. Hatalmas fölé. Ott van a meglepetés, Power of Angel gyengén fut. Hatalmas fölé. Elképesztő. És hát mondani is kell, hogy nem volt kilovagolva. Velána. Igen, ő lesz az. Aztán Pik Dáma talán. Közel vannak ott egymáshoz, közel vannak egyébként Dulcéhez is. Csak azért kezdem ezt elemezni, mert ugye a legnagyobb kérdőjel, hogy